Na hát akkor Quito, Ecuador. Most voltam a Nemzeti Múzeumban, nem lehetett fotózni, és egyébként is kicsi volt az épület, meg rohadt nagy, és oda indulok föl annak a hegynek a tetejére. Na bocsánat, mindjárt belekezdek. Csak fölmegyek a teleferikóval 3100 méterről 4200-ra, aztán majd ide. Majdnem 1000 méter lesz ez a szintemelkedés, 3000-ről nagyjából 4000 méterre. Úgyhogy körbenézek fönt, jó idő van, remélem meg is marad, ezért megnézzük. Van még fölfelé bőven. Hát egyébként félelmetes. Egy kicsit én is parázok a magasságtól, de őszintén szóval az utóbbi pár hónapban ugye annyit mentem ilyen teleferikkel, hogy most már kezdem megszokni. Nagyon egyszerű dolog, ha egyszer belépsz, akkor onnantól kezdve úgy sincs visszaút, úgyhogy kénytelen leszel megbízni a mérnökökben, meg a szerencsében. Ilyenkor jön az, amit minden YouTube videóban látok, hogy a youtuberek, az utazók, jaj de szép, jaj de jó, minden nagyon gyönyörű, úristen milyen jó itt lenni, az közben rohadt hideg van, és fúj a szél, mint az állat. Egyébként ezért öltöztem föl, mert hát sejtettem, hogy azért 4000 méteren vagyunk kereken, ezért sejtettem, hogy nem lesz a nagyon jó idő, de azért ez a szél, ez megviccelt, és főleg ott a teleferiknek a végén, ott már nagyon himbálózott, úgyhogy azért én is beféltem. Akkor egyedül a kabinba. Hát egyébként mostanában mentem ugye sok ilyen teleferikóval vagy kébőkárral. Nekem egyébként ebbe tök furcsa, hogy nincsen középső állomás. Szerintem ez nagyon hosszú. Tehát, hogy 1 kilométert megy föl magasságba, és hát távolságra is, hát most nem akarok tippelni, 1,5-2 kilométer talán megy lefelé, és hogy nincs közte egy állomás. Hát ilyenkor, főleg most, hogy beszálltam, már nyilván megint nem tudok semmit csinálni, mint hogy megbízni a mérnökökbe, meg hát nem tudom mióta működik ez is, és gondolom nem volt probléma. Az volt rá kiírva, hogy 18 percet megy, és egyébként lehet is annyi. Ez itt bringa tartó. Hát egyetlen bringás nem láttam. Na hát eljöttem megnézni a pénzmúzeumot. Központi banknak az ülésterme. Hát túl sok dolgok gondolom nincsen, mert hogy 2000 óta bevezették a dollárt, mint hivatalos fizetőeszköz. Na hát akkor ezt kell kibányászni otthon, hátul a kertben, hogyha ilyet találsz, vagy ilyet. Akkor abból kell csinálni egy ilyet. Elvileg ez egy kiló arany. Ez a méretarány, csak úgy meglegyen. Hát onnan jöttem ki a Central Bankból, és akkor sétálok itt még egy kicsit a belvárosba, aztán megyek a reptérre, most megy át a repcsin Bogotába, Kolumbia, úgyhogy elhagyom a várost, hogy a klasszikusokat idézzem. Tehát Quito, Ecuador, összefoglaló. Hát őszintén szóval, ha nagyon régóta utazok, úgyhogy nem azt mondom, hogy mindegyik ugyanolyan, de nekem ez semmi különlegeset nem mutatott ez a város. Semmi rossz nincs benne, tök jól el vagyok. Már így megfigyeltem magamon, hogy az első 1-2 nap az ilyen kicsit morci, míg az ember így belakja magát, hogy akkor most milyen pénzzel lehet fizetni. Mondjuk az embernek meg lesz a helyi SIM-kártyája, a rendes szállás, a nem tudom, a buszjegy, meg úgy kiismeri magát. Az első pár nap egy kicsit ilyen idegen, de egyébként egyben meg érdekes, mert ugye akkoriban vegyek el megnézni az összes látnivalót. Itt is 2-3 nap alatt végignéztem a látnivalókat. Egy hetet voltam itt, vagy már úgy értem, hogy semmi dolgom nincsen, hogy idézőjelben mindent láttam. Mármint az ilyen főbb dolgokat, nyilván azért 2 milliós városban egy életet le lehet élni, úgyhogy nem láttam mindent. De úgy nagyon a turista látványosságot szerintem már mindent megnéztem. Most őszintén szóval szerintem már ebbe a templomba is voltam, de hát ebbe a városba is voltam, vagy 10 templomba, hát nekem már mind ugyanolyan. Persze szép, meg beszoktam ülni, lelkedjük 10 percet, megkeresem, hogy mi a következő célpont, ahol megyek. Szóval alapvetően rendben van az Ecuador.
kicsit olcsóbb, mint Magyarország, egyébként túl sokkal nem. Hát furcsa, mert például tegnap beültem a fodrászhoz, és 5 dollár volt, ami nem tudom, 1800 forint, adtam neki hetet, hadd örüljön. Nyilván ez jelentősen olcsóbb, hát nyilván nem látok rá a lakásárakra, a hotelek ugyanaz, mint itt errefelé. Tehát ilyen 8-10-12 ezer forintos szállásokra szoktam menni. A mostani is, amiben most voltam Airbnb 4 napot, vagy nem is tudom mennyit. Hú, nem tudom. Azt hiszem az is. Ja, igen, 20 dollár volt, pontosan, igen, 20 dollár volt. Ezért per nap, úgy értem. Az nyilván tök olcsó, egyébként teljesen jó volt, ilyen 50 négyzetméter, majd veszek be képeket. Hát tök jó volt, tehát semmi probléma nem volt vele. Hát illetve de a szokásos, amit már megszoktam. Szóval itt nincsen fűtés. Nem csak itt, már egy csomó városban, meg egy csomó szálláson volt, hogy egyszerűen nincsen fűtés. Nem furcsa, mert mondjuk napközben ilyen 22-25 fok van, de hát este 10-12, és nem tudsz befűteni. Jó, nyilván adnak, van takaró, meg egyebek, de nekem ez tök furcsa. Nincs fűtés, ez kész. Na, nem akartam ennek negatívan nyilatkozni, kijöttem mint a helyi plázából. Szóval alapvetően minden rendben van, mint látszik, tök jó idő van. Hát egyszer-kétszer csöpögött az eső egy órára, vagy ilyesmi, de hát nyilván, ez természetes. Hát alapvetően minden rendben van, tehát én egy kicsit úgy voltam, hogy tartottam tőle, szóval nem akartam átjönni Ecuadorban. Ugye itt egy hónappal ezelőtt volt a balhé, hát mondjuk pont nem itt, hanem a másik városban, Guayaquilbe, egyébként oda akartam menni elsőre, és akkor ide átjönni másodjára, de azt így kihagytam. Ugye itt van egy hónappal ezelőtt meglépett valami fő bűnszövetkezet elnöke, vagy nem tudom. És akkor mindenféle rendőri jelenlét, meg felkelések, meg stb. Vannak, vagy voltak, és ezért akkor egy hónappal ezelőtt, amikor ezt olvastam, jövöttem, hogy jó, hát akkor Ecuador kimarad így a körutamból. De aztán beszéltem emberekkel, és mindenki azt mondta, hogy tök rendben van. Nincs itt semmi probléma, úgyhogy én is ezt tudom megerősíteni. Teljesen normális sétáló utcák vannak. Hát most, hogy mondjam, egy kicsit lemaradtabb ilyen Európához képest, vagy nem is tudom, miért jó, szóval nem, hát ez a hagyományos, szóval, hogy ez a belváros, ahol most vagyok. Ez ugye UNESCO örökség, úgyhogy gondolom, ez nem is nagyon lehet nyúlni. Ja, ott a nagy templom, hát nem fog látszódni mindegy ott messze. Amin voltam valamelyik nap, az is tök jó. Szóval teljesen rendben. Nyilván semmilyen atrocitás nem ért, abszolút biztonságban éreztem magam. Hát mondjuk őszintén, szóval elkerülöm a helyzeteket. Tehát nem megyek ki éjszaka, nem voltam szórakozó helyen, pedig pont ahol lakok, ott van tőle pár száz méterre, még napközben is ott gyűltek a fiatalok. Tegnap este ilyen 7 óra felé jártam arra, és hát láttam, hogy lesz itt buli. De most elutazásom előtti utolsó nap már úgy voltam, hogy ezt most már kihagyom. Ja, mint látszik, itt is rendőrautó, csomó helyen rendőrautó van. Ez a U-kori, vagy mi ez? Centro Historico belvárosi része, nyilván ez teljesen jó. Ugye ott is voltam fönt, ott a templom tetején, meg... Ja igen, ott van. Az a szárnyas Szűz Mária, vagy nem tudom micsoda. Az is jó volt, meg hát nyilván itt körbenéztem, mint aztán minden sarkon van egy templom. Ilyen kis apróságok vannak egyébként. Most is jön az pillanatragasztó, ha jól látom, meg nem tudom mi. Az előző, az konkrétan borotvával az a másik, akit mutattam. Szóval itt nagyon sok ilyen, hát nem utcai járos, nem tudom mi van, aki így jön végig és kínálgatja a portékáját, aminek semmi esélye nincs, hogy megvásárold. Meg hát nem is olyan értem, hogy mekkora profitráta lehet ahhoz, hogy ebből meg tudjon élni. Na, mindegy. Egy-két ilyen van, ami mondjuk nem tetszett, de hát azt már más városokban is, vagy más országokban is ez volt. Szóval, hogy itt a dudát, azt folyamatosan tenyerelnek rajta. Itt is, meg egyébként más városban is. Azzal jelzi, hogy jön. Hát csak hát kit érdekel? Tehát, hogy sétálok a járdán, és dudál egy autó. Most az előbb is volt, hogy megálltam a zebránál nyilván, mert hogy jött egy autó, és rám dudált. És akkor nézek rá, hogy mit dudál, és nem tudom, mit dudál. Tehát elment előttem, és kész. Tehát, hogy ő szólt, hogy ő jön. De hát megálltam a zebránál. Na mindegy, ez sokszor volt ilyen, mert hát nyilván ezzel úgy együtt lehet élni, csak ugye bennem így valahogy be van rögződve ez, hogyha dudálnak, akkor ott már valami komolyabb dolog van, meg akkor az már valami agresszió, vagy nem is tudom, valami figyelmeztetés. Itt már csak egyszerűen csak úgy dudálnak. Az előbb is, ahogy ott jöttem, egyszerűen megy a kocsisor, és egyszer csak úgy dudált egyet. Hát ugye próbál szólni, tegnap a taxis, a Uberes, amivel egyébként onnan, ja, pont nem látszik ott a fa mögött. Mindegy, ott voltam fönn tegnap este, ugye, vagy tegnap. Nagyon olcsó a benzin, 300-350 forint valahogy itt számoltam, nem emlékszem rá, de egyébként az összes többi országban is kb. Ennyi volt, mert hogy itt a környező országban, úgy értem.
Úgyhogy itt is az Uber. Hát sikerült egyszer, amikor a messzebb mentem, akkor 120 forintos kilométerért vitt, de úgy egyébként is 200 forint alatt van egy kilométer, tehát hogy oda a hegyig is úgy voltam, hogy hát 5 kilométer, hogy óra persze meg lenne gyalog, meg úgy kíváncsi vagyok a városra, de azért addig már nem megyek el gyalog. Azt hívtam egy Ubert, és azt hiszem 700 forint volt, $2 volt, igen, mert aztán adtam neki még egy 50 centest. Ja, hát ez egyébként tök jó érzés, de ugye mivel ilyen olcsóság van, ezért mindenhol jattalok. És meg is köszönik rendesen, mert egyszerűen annyira olcsó minden, hogy hát eléggé olcsónak. Ennyi, úgyhogy ez is jó volt. Most megyek ugye Kolumbiába, attól is tartok egy kicsit, hogy lesz, de hát valószínűleg az lesz, mint ezzel is. Itt élnek az emberek, az kész, nincs itt probléma, és hogyha véletlenül valami történik, akkor meg úgyse tudod előre. És az a tipikus rosszkor, rossz helyen vagy kategória, de nem történik semmi. Tehát, hogy itt tök nyugalom van. Akármelyik nap elértem, ugye ma is hétköznap van, mi van ma péntek, igen. De akármelyik nap elértem, ugyanez volt a főtér. Emberek itt üdögélnek, nézelődnek, én is hát mindjárt meg egyet fagyizni. Aztán itt élik a mindennapjaikat. Ja. Na hát megint ide jött egy ilyen utcajár, és konkrétan hozzám mutogatta a Stereo MC's CD lemezt. Hát nyilván sokra megyek most egy CD lemezzel egyrészt, másrészt meg természetesen a telefonomon ezt bármikor meg tudom hallgatni. Elmondom, de egyébként tök normálisak, meg kultúráltak az emberek. Senki nem tud angolul, hát engem egy kicsit zavar, persze én sem tudok spanyolul, tehát egy-egy, de azért úgy furcsa. Hát engem ugye még az autók érdekelnek. Hát nagyon régi meg lepattantak. Egyébként most már az Uberbe is a drágábbat rendelem, a kis zöld levelecskéset, de nyilván sose jött még hibrid vagy elektromos autó. A tegnapi Uberes, amivel pont fölmentem oda, mert egy pár száz métert fölfelé megy az autó, amikor oda fölmentem a hegyre, akárminek az állomásához. Na, ő egy kicsit tudott angolul, és nem is tudom, hogy merült fel a dolog. Ja igen, mert neki is izéje volt. Ja, nagyon sok kínai autó van, tehát ez a... Hú, nem fogom tudni mondani, a Geely, a Yatz, meg mivel vittek? Cherry, meg... Hát, szinte minden autó az volt, amivel vittek ilyen Uberessel. És akkor valami rákérdeztem, hogy ez hibride vagy ilyesmi. Ja, mert ő tudott angolul, igen, és akkor mondtam, hogy ilyen zöldleveleset kértem. De annak annyi, hogy kicsit többet fizetsz, az jobb autó jön. Hát nekem azért annyit megér. És akkor itt kérdezte, igen, hogy Európa, meg hogy Magyarország, és akkor mondtam, hogy nálunk nincsenek, igen, innen jött, mondtam, hogy nálunk nincsenek ilyen autók, vagy legalábbis ezek az igazi kínai márkák nem elterjedtek, és akkor kérdezte, hogy ő kérdezte, igen, hogy ott az elektromos autó megy, és mondtam, hogy hát igen, és akkor arra mondtam neki, hogy hát például erre pont jó lenne, hogy felmentünk a hegyre, ott bőgette a motort, azért volt benne szép emelkedő, és akkor mondtam neki, hogy na, és akkor mindezt lefelé meg visszakapnád. Na mindegy. Egy darab elektromos autó nincsen, és elkerestem a Tesla térképen is, egész Dél-Amerikában nincsen Tesla töltő. Szerintem itt nincs elektromos autó, az kész. Én legalábbis egyet nem láttam. Egyébként motort láttam, kis motorral voltak elektromosak. Na ennyi, szóval ez is jó volt az Ecuador, el lehetne egyébként itt is lenni, ott a belvárosi részen, ahol pár nappal ezelőtt voltam, ott a főpark, meg a plázáknál, meg ilyesmi, most is oda megyek, mert arra felé ki a városból, az teljesen jó. Tehát ott simán itt is ellaknék. De egyébként a többi országról is ez volt a véleményem, hogy itt simán lehet a helyi szokásokhoz igazodni, de most nem is akartam ilyen túlzamon, hogy nincs itt olyan szokás, amivel ne lehetne azonosulni, vagy beilleszkedni, vagy elfogadni. Szóval ez is szép ország. Hagytam a főteret, mindegy, megyek ott a templomhoz, meg szerintem visszasétálok a szálláshoz. Pár kilométer, mindegy. Amit akartam, hogy 18 millióan élnek az országban, és ebből ugye 2 millió ez a főváros. Ennyi. Meg ugye, amit az előbb mondtam, hogy 2000-ben átálltak a dollárra, tehát itt a hivatalos fizetőeszköz a dollár, tehát nincs a helyi pénz. Panama, a másik, ahol hivatalosan dollár a fizetőeszköz, és ennyi. Mármint, hogy amerikai dollár, azt nem mondtam, de bocsánat, nyilván. Hogy hát nyilván, de arra gondoltam. És hát nyilván Amerikán kívül. És megnéztem, 65 másik ország köti a saját pénzét a dollárhoz, tehát hogy fix átváltási egység van. Úgyhogy elég dollár központú a világ, ezért is fektetünk be dollárba, ugye? Hát egyébként itt lakok, ebben a negyedben, illetve nem ebben a negyedben, konkrétan abban a kék házikóban, ja, megint egy kis egészségtelen ezért leszek fagyit. Ott a jó kis templomunk, abban is már voltam. Ezt akartam megmutatni, hogy hát így meg kell ismerni a várost, mert hogy most átgyalogoltam egy jó 3-4 kilométer talán a ókori belvárostól, nagy kis csika is van végre, és ez egy ilyen üzleti negyed, illetve hát ezek
kell töltöm a sok időt, hogy előre megnézni, hogy egy adott városban melyik az a negyed, ahova, hát, hogy fogalmazok, nekem érdemes mennem. De most ezt tényleg fogalmaztam úgy is, hogy magyarul a biztonságos, szép, ilyesmi környékek, mert nyilván minden városban van mindenféle negyed, és hát én szeretek ilyenbe jönni. Az egyik helyi kávéhálózat, ez a Sweet and Coffee, már ott nálam, ahol lakom, ott már ittam egyet, és most beültem ide. Hát elvileg ebben van kávé, ott van a... Tök szép, itt is ülnek a külföldiek, helyi kávézó lánc. Na, be is jöttem egy szalomba, mert megyek a reptér felé, és direkt rákerestem, hogy hol vannak ilyen kínai autószalonok, és akkor útba ejtettem egyet, ez a Cherry, igen, Cherry. Zeolus vagy Aerus, nem tudom, nagyon dizájnos a felirat, de nem is került elolvasnom. Mert átvehetek a másik. Szóval belülről ez teljesen jól néz ki. Mindjárt megnézem az árát is. Ilyen remekbe Cherry, valami Tiggo, vagy nem tudom mi volt a neve. Ja, majd biztos itt is van, majd körbenézek. Azzal is utaztam valamelyik nap, de mondom, mindegyik autó itt ilyen. Teljesen normális ez itt belül, ezzel a bőrüréssel, azért napfénytető, minden. Óriás kijelző. Ott is ilyen kis fénylő, hát teljesen jó. Hát és ilyen kívülről, mondom, teljesen korrekt. Hát nem tudtam meg az árát, meg kiírva sincsen. Nyelvi akadályokba ütköztünk már megint. Na nem baj, szép autó. Nézzük, milyen árak vannak Quito reptérén, Ecuador. Azt mondja, amit kiszúrtam, az a 16 darabos Ferrero Rocher. 11, azaz 4000 forint, most abban a 16, az azt jelenti, hogy egyetlen darab csokika kerül 250 forintba. Milka csoki. Azt mondja, hogy egy, ez a kis normál 100 grammos, vagy 90, vagy hol járunk már az inflációba, 5 dolcsi, 1800 forint. Egy tábla csoki az otthon 350-400 forintra, tippelnék, nem tudom. Mekkora a nagy, hogy mennyibe kerül a nagy, na az még nincs itt. Ugye 8? Ah, ott van, 8 dollár. Na, sima ügy. Mennyi az? 8, 16, 24, mondjuk 3000 forint egy ilyen tábla csoki.